Ami érdekes ebben a következő darabban az az, hogy ez egy teljes átirat, ez is, és ugye ezt általában zongorával szokták kísérni, illetve azt hiszem talán Zsuzsi, mintha úgy tudnom, hogy hárfa verziója is van ennek, ugye? Vagy hárfán is el én tudom ezt képzelni, ezt a kísérletet. Én úgy olvastam, hogy zongorára írta Obradorszó, és itt egy ilyen mi van, mi a címe? Canciones clásicas españolas. Tehát ő is írt négy, azt hiszem négy dalban, és ez az egyik. Igen. Na most az az érdekes ebben, ugye, hogy ez egy zongorán nagyon egyszerűnek tűnik, hiszen a zongorista lenyomja a pedált, ami ugye abban segít neki, hogy összezúgnak a hangok, és egy hárfaszerű hangzást eredményez. A probléma csak az, hogy a zongorának ugye a hangterjedelme az kétszer akkora, mint a gitáré, és amikor átírtuk ezt a darabot, először egy olyan verziót kaptam belőle, ami egy igazi koncertet üdlet volna a gitáron. Lehet, hogy valamennyire le lehetett volna játszani, de biztos, hogy a sok-sok tevékenység miatt a darab lényege nem hallatszódott volna. Hiszen mi is ennek a kíséretnek a lényege? Hogy az egész egy akkordfelbontás... Tehát ezt az akkordfelbontást kéne nagyon egyszerűen játszanom, hogyha én itt nekiállnék ezt a felső oktávokba, meg ilyen üveghangokkal megpróbálni azt eljátszani, ami a zongorában van, akkor pont a darab alapkarakterét nem tudnám eljátszani. Ezért úgy szoktuk ezt mondani, hogy amikor átírjuk ezeket a darabokat, az olyan, mint amikor egyik nyelvről átfordítunk valamit a másik nyelvre. Ugye le lehet fordítani szó szerint, például a német nyelvet tudom én mondani, hiszen én németül tudok például, és hogyha németről szó szerint lefordítjuk az adott szöveget, akkor valószínűleg magyarul iszonyat hosszú ilyen egyoldalas mondataink lesznek mellékmondatokkal, ami nagyon nehezen lesz érthető. Ha viszont rendes magyarra leszeretnénk fordítani, akkor muszáj lesz olyan kifejezéseket használni, amit a magyarban mi gyakran használunk, és esetleg a németben máshogy fejezik ki. Körülbelül ez történik itt is ebben a darabban, tehát lefordítottuk ezt a darabot a gitár nyelvére. Sokkal kevesebb hang lett benne. Ez miért baj? Azért baj ez a sokkal kevesebb hang, mert majd meglátjuk, hogy itt a fő problémát ugye az fogja okozni, hogy az énekesek egy szép nyolcad dallamot játszanak a darab során, és akkor a kíséretnek egy ilyen folyamatos bugyogása kéne, hogy legyen. Na igen ám, de nekem egyrészt kevesebb hangom is van, és ez a kevés hang ráadásul még kisebb hangterjedelemre is oszlik el. Ezért valószínűleg, amikor ezt a darabot énekeseink ezzel a gitárverzióval játszák, mert ők szokták egyébként zongorával is, akkor muszáj lesz nekik egy kicsit ritmikailag arra odafigyelni, hogy itt a gitár kevés hangja miatt nem fog annyi beleférni tempószabadságban, mint egy zongorával beleférne. Hiszen, hogyha én elkezdem ezeket lassítani, ezeket a... akkor megszűnik a darab. Tehát ezt kell nekik nagyon hallgatni, de most azért nagyon nehéz még nekik ez hogy ők halljanak engem, hiszen a gitár nem elég, hogy kisebb hangterjedelmű, hanem még halkabb is, mint a zongora. Tehát ők, hogyha elkezdenek énekelni, sokkal kevésbé fognak engem hallani, ezen fogunk most dolgozni ebben a darabban, hogy ezt összehozzuk valahogy itt a végén. Ugye csak ezt a végét beszéltük meg, hogy itt ez aha. Anita, jó. Anita, neked hol is kezdődik? Pontosan akkor nézzük meg ezt a cselló szólót. Háromszor megy levegő is. Oké, akkor egy 22-t elkezdem én az elejétől játszani. Nekem egy E-dur akkord van ott folyamatosan, és akkor te jössz a felütéseddel.
csináljuk ezt meg még egyszer, mert azt hallom itt is, hogy egy kicsit kevésbé halljuk egymást. Próbáljuk meg most először itt is, hogy játsszuk el most egy kicsit szigorúbban. Jó, tehát hogy most tényleg olvassuk el egy kicsit ilyen hideg fejjel a kottát, nézzük meg, hogy mi szól, és akkor utána, hogyha ezt eljátszottuk ilyen hideg fejjel, utána bármi belefér, de most egyszer csináljuk úgy tényleg meg, hogy nagyon... Csak egy felütést. Oké, okay, jó. Csak én nekem még mindig várakoznom kell rá, tehát vagy nekem, akkor csinálom még lassabban a 16-odokat, jó? Most itt a 30-as ütemben te egy picit késletetve szeretnéd indítani ezt a skálát, mert ott úgy érzem, hogy várakozunk egymásra. Egy picit. Jó, oké, akkor nekem előtt a széjjelet kell húznom viszont a hangokat, mert ott most hatalmas luk van különben. Na, csináljuk ezt meg még egyszer így, mert ez most már kezdett valamennyire összerázom. A kis várakozások. Csináljuk meg... Igen. Csináljuk meg még egyszer az elejét, és most tényleg próbálj meg nagyon hidegfejű maradni. Jó? Egyszer próbáljuk. Tudom, hogy nehéz ebben a darabban, de egyszer próbáljuk ki, és utána könnyebb lesz már szerintem az agogikákat. Mindegy nekem, de most jó ez itt. Próbáljuk most ezt még ki még egyszer. Mindegy, hát én ugye ugyanazt fogom játszani. Tehát nekem ugye ugyanazok az akkordok vannak. Jó? Oké, csináljuk ezt meg még egyszer, mert még mindig nagy várakozások voltak részemről. Nincs elég hangom. Aha, én azt gondolom, hogy ez most már sokkal-sokkal jobban együtt volt. Hát kiszélesítheted, csak azért nagyon sokkal többet én nem csinálnék ennél, mert egyszerűen ennyi hangom van írva. Tehát, hogyha én elkezdem ezt így szétszedegetni, akkor nagyon-nagyon üres lesz. Tehát itt az a baj tényleg, hogy az átirat miatt, mivel nincs 200 millió hangom, ezért nehéz. Mert ugye az elején elénekem én is, és én is tempóban énekem az elején direkt, mert ugye a legutolsóban van csak az, hogy igen, hát ez kiszélesedik, és még az is cik is. Na, és akkor menjünk is szépen. Szerintem nem. Egy ritenutó van, nekem egy ritenutó van írva egyébként a 38-as ütembe, tehát sehol előtte nekem nincs másik beírva. Illetve hát még van a 19-ben, de az most nem játszottuk, tehát hogy az itt ezen a területen nekem ez az egy van, itt a 38 van. Jó, én most azt mondom, hogy játsszuk-e még egyszer innen, és viszont menjünk el a darab végéig, és akkor az énekeseknek ugye ugyanez lesz a feladat, ők valószínűleg még jobban fogják egy picit szélesíteni a végén. Ott manuál kezd, mert ugye úgy épül fel a darab, hogy én eléneklem, utána jön a cselló, és utána manuál kezd, és a végén együtt. És úgy nekem is az a koncepció, mint Andrusnak, hogy mivel ez egy dal, ezért nem túl operás,
és hogy nagyon finom kísérete van, hogy ezt hallani kell, és hogy tényleg azon kívül, hogy ugye beszélt nyelv, és elmondunk valamit, én a végére tartogatom a nagy érzelmeket, mert ugye különben az egész egy ilyen nagy nyúlós. És azok a nagy érzelmek is mérsékeltek. Igen, szóval én azt gondolom, hogy itt is az van a lényeg, hogy ugye a darabnak az ilyen fő pontja is stimmeljenek. Igen. Tehát amikor elindítok egy akkordot, és akkor utána sokkal, sokkal egyszerűbb, tehát én valahogy úgy képzelem el ezeket az akkordfelbontásokat, mint amikor egy evezővel így megindítok egy csónakot. Tehát hogy ugye az elejét elindítom, abba belemerítkezek, és akkor, vagy mint amikor eldobok egy labdát, ugye? És akkor utána ezek a hangok, azok így mennek maguktól. Tehát ugye eljátszottuk most ezt a darabot, még mindig azt érzem, hogy egy kicsit túl nyújtjuk a darabot. Azt beszéltük közben itt, hogy talán az volna úgy lehetne gondolkodni, hogyha az ember ezt mondjuk egy zenekarral játszaná, akkor mondjuk a karmester ezt vajon 6-ba ütné, ezt a 6-8-adot, vagy 2-ben. Én biztos, hogy arra gondolnék, hogy 2-ben üsse ezt, és akkor mindjárt egy összefogottabb tempó felé megyünk. Én azt gondolom, hogy próbáljuk ezt még egyszer meg, illetve azt kell majd alaposan átbeszélnünk. Ugye eddig eléggé úgy szólt a dolog, hogy én ütemenként megálltam. Most játszom külön a kíséretet, hogy ez hogy szól külön. Ez úgy szól, hát ezt nem akarja egyikünk se, ugye? Tehát, hogy ezért igen, nem, ti nem halljátok, de ugye, hogyha ki van hangosítva a gitár, akkor ez kifelé viszont hallatszódik. Azt mondtam, hogy nehéz is, mert mi nem halljuk annyira. Tehát ugye az első hangjaidat halljuk. Igen. Nekünk ez fontos tudni, hogy mi zajlik közben, mert amikor énekelünk, nem halljuk. Igen, tehát úgy gondolkodjatok tényleg, hogy én elindítom ezt az együttemet, és egy ilyen nagy kettőbe próbáljátok ezt belerakni. Jó? A videó elején beszéltem ugye az agogikáról, én azt gondolom, hogy egy kicsit igaz az is ide is, hogy ugye az apró ritmusértékeknek azon pici változása, ami a darab alaplüktetését nem befolyásolja. Tehát, hogy itt is a Kocsis Zoltánnak volt egy gyönyörű hasonlat, a gyerekkoromban hallottam, minden interjúját hallgattam, és azt mondta az agogikára, hogy ez olyan, mint egy fa, hogy a törzse az mindig szilárdan áll, az a púzusa a darabnak, mondjuk itt az ütemegyek például, és közben a leveleket fújkálja a szél, és azok mozoghatnak, csak hogy férjetek bele úgy nagy átlagban. Tehát azt kéne megbeszélni, hogy melyik akkordváltásoknál. Oké, bocsánat, közben az intermezzoért, csak ugye Manuelnek kell Zsuzsinak fordítani a dolgokat. Na, próbáljuk akkor most ezt meg az Anita magas fekvéses állásától, tehát a 32 felütéssel, és én a 32-re jövök. Thank you.
I mean, stop it, because I feel that every... But with Anita, it was really good. Én most nagyon jól éreztem magam, amikor mi ketten csináltuk. Most az nagyon, nem tudom, neked ez szabadságban mennyi volt, nagyon azt érezted, hogy... Mert én most nagyon egybe... Aha, tehát én most azt éreztem, hogy most végre rendben voltunk a csávóval, tehát hogy nem kellett várakozni. Nem, onnantól ment szét megint, hogy Igen, csináljuk meg egyszer. Azt csináljuk most meg, Manuel, please listen how Anita phrases, okay? Mm-hmm. And what I realize when you start your first pickup is actually it was too fast. Yeah, I had the feeling that you were too late and it was very rushed, you know. Okay. So try to be very calm, but on the other hand, try to sink in two beats per measure, okay? Okay. Akkor utoljára próbáljuk meg ettől a cselló szakasztól, ami nekem egyébként az előbb nagyon tetszett, én valahogy így képzelném el a folytatást is, aztán kisebb-nagyobb. Ezeknél is, Anita, amikor itt a 38-ban ott van a ritenuto, azt csinálhatod nyugodtan, tehát ott, azt, ott figyelek rád. Jó? És Anita, csak külön nézzük már meg ezeket a kis fölmenő skálákat. Valahogy azt érzem, hogy mindig úgy várakozunk egymásra, és olyan kölcsönösen nagyon udvariasak vagyunk, de hogy pont nem vagyunk együtt. Tehát menjünk most csak direktbe, légy szíves az 59-től, jó? Ez az. És most kössük már ezt rá, egy együttemet még játszunk elé, jó? Igen. Ez az, és csináljunk már ebből egy olyat is, amikor ez előbb van, mondjuk egy olyat, hogy van nekünk egy 29-es ütemünk. Az onnan lehet kezdeni, vagy az nagyon... Továbbra is azt mondom, nézd csak, hogy ez a... Hát, hogy nyugodtan elkezdhetjük ott. Én szerintem nem várakozzunk ott annyira egymásra. Tehát, hogy világos, hogy egy kicsit helyezzük az indítását a skálának, de szerintem váratni azért ne várassuk. Tehát, hogy ott egy határozott indulás legyen. Még egyszer megcsináljuk csak ezt a 29-et, légy szíves. És neked milyen dinamika van egyébként ott a trill? Semmi. Aha. Hát azt lehet, hogy próbálgathatnánk, hogy egy kicsit felszabadultabb legyen ez a vége, nem? Vagy én valahogy el tudnám ezt képzelni. Egyszer próbáljuk már ki, hogy olyan nagyon elrejted azt a trillet. Értem, hogy a gitár mellett ilyen nagyon halknak, minden ilyen halk ugye a gitáron, és emellett... Egy decrescendo van neked? Nem, csak gondoltam. Aha.
Kipróbálhatjuk mind a kettőt. Tehát lehet, hogy az lesz a jó, de akkor viszont egy kicsit erőteljesebben induljunk el a skálával. Hogy akkor próbáljuk ezt ki, hogy akkor az milyen, de akkor viszont tényleg visszamegyek én is, jó? Akkor még egyszer. Aha, lehet, hogy igazad van. Igen, ez tényleg szép így. Csak akkor ezt tényleg tudatosan csináljuk mindketten. Jó. Na, akkor csináljuk azt meg, amikor ti ketten jöttök. Ott lehet egy megjegyzésem? Hogy? Én azt érzem, hogy ugye mindig mi utána tudunk jönni, de például csak, hogy és hogy te, hogyha ezt nagyon kiszélested, akkor mi egyszerűen nem tudunk időbe jönni. Tehát én most annyira próbálok időbe jönni. Ezeket a mély. Tehát, hogy amikor mi énekünk. Nem, én tudom, hogy én ott kísérlek benne. Én még azt érzem, hogy még szélesebb, de miért, nem tudunk időben. Figyelj, Zsuzsi, az a javaslatom van, most, hogy akkor most vigyétek előre, jó? Jó? És akkor menni fog Anita is utánatok meg. Jó. Tehát még pont nem soha. Jó, na, szerintem... Igen. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy a párbeszéd miatt. Jó, hanyas ütemez? Mondotok nekem egy ütemszámot? 46. Jó, 46 megvan. Jó, akkor menjünk a Manuel indulásától. Igen. Én a 40-eset játszom előtt. So Manuel, I'm doing from 40, okay? I'm doing the whole bar before. Okay. So do one in major, okay? Same stuff. Mindegy, megyek még egyszer, jó?